Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit! Az augusztus 20-ai ünnepség Dombóváron a kertvárosi templomban tartott szentmisét követően kenyérszenteléssel folytatódott. Ez már a harmadik év, hogy egy helyi vállalkozó a város kenyerének árából 15 forintot egy helyi szervezet részére különít el. A tavalyi év nyertese a dombóvári ifjúsági fúvózenekar volt. Ők a szimbolikus péklapátot most a mentő alapítványnak adhatták át. Ünnepi szentmisével, majd az új kenyér megáldásával emlékeztek a dombováriak államalapításunk ünnepére. Itt adták át Kiszler Andrásnak, a dombovári ifjúsági fúvószenekar karnagyának jelképesen azt az összeget, amelyet egy éven keresztül a város kenyerének árából gyűjtött össze egy helyi vállalkozó. Ezután pedig kihirdették a dombováriak által kiválasztott új nyertest. Az előző évben szavazás alapján a legtöbb szavazatot dombovári ifjúsági fúvószenekar kapta, és az új kenyér értékesítéséből befolyt támogatás átadásra került. A tegnap előtt lezárult szavazás eredményét közzétettük, ebből adódóan az idejében a mentő alapítvány lesz az a civil szervezet, aki 2020-21-ben a város kenyerér értékesítő befolyt árbevételnek bizonyos 100%-át megkapja. Az idén egy dupla külsejű rácsos ropogós fehér kenyér lett a város kenyere, mondta el Börcsök Izabella, az adományozás ötletgazdája, aki szerint a kenyér a családok összetartozását is jelképezi. Nem titok, hogy az én részemről és a férjem részéről is nagyon nagy család vagyunk. Nálunk egy születésnapi ünnepség, mint például holnap a kisfiam születésnapja, az 40 fő minimum. De ezt nagyon szeretjük, nagyon szeretünk összeülni és mindig jókat enni, és hát a kenyér soha nem maradhat el az asztalról. A kenyér is egy olyan összetartó erő, akármilyen jellegű, ugye most már egy kicsit modernebb világot élünk, bejöttek ezek a hagyomány, visszajöttek a hagyományos kenyerek, a rozsos, a roskovászos, a zabos, ezek nagyon jó dolgok. Viszont a fehér kenyérnek, a hagyományos fehér kenyérnek is az illata, az íze, az ott kell, hogy legyen minden családnak, minden személynek a szájába, az ott kell legyen az asztalon. Igazából ez egy szertartás szerintem, amikor feltálaljuk az ebédhez a kenyeret. Nálunk soha nem maradhat el. A kertvárosi téren tartott ünnepség végeztével minden résztvevő vihetett haza egy szeletet a megszentelt új kenyérből. Új időszakos és állandó tálatokkal nyílt meg a dombóvári helytörténeti gyűjtemény. A volt főszolgabírói lakbelső terei egységes képet kaptak egy EFOF pályázatnak köszönhetően. A gyűjtemény művészeti galériával is bővült, nevezetesen a dombóvári születésű Akházi Gyula munkácsi tanítvány festőművész alkotásaival, amelyek szeptember végéig tekinthetőek meg. Most pedig röviden szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik nélkül a közelmúltban megvalósult fejlesztések, az épület belső felújítása, a kiállítások és a mai megnyitó nem jöhetett volna létre. Munkájukat és támogatásukat köszönő okleveleket osztott ki a megújult helytörténeti gyűjtemény kertjében Müller Ádám, a múzeum vezetője. Az impozáns épületet a város szívében Kerényi Zsolt dombovárváros alpolgármestere adta át a nagy közönségnek, miután elmondta ünnepi gondolatait. A műsor a megújult beltérben Herceg Attila művésztanár klarinétjátékával folytatódott, és végre birtokba vehették a látogatók a letisztult arculatú bemutató termeket. Mai esemény igen jelentős a gyűjtemény életében, hiszen a harmadik fejlesztési ütemre épülő megújult kiállítóterlek és tárlatokat lehet majd megtekinteni. És egy fontos dolog, hogy a Kubinyi Ágoston programot már több évben nyertünk, de az önkormányzat ehhez kapcsolódva egy EFOP-os pályázatban egy nagyon jelentős összeget csoportosított át, és azt a gyűjtemény fejlesztésére fordított. Ennek az a lényege, hogy több évet tudtunk előrelépni, illetve ha most bejön egy látogató, az első bejárattól a hátsó bejáratig egy egységes vizuálisan és szöveges tartalmát tekintve egy egységes gyűjteményt tud megtekinteni. Az első gondolat az volt, hogy biztos, hogy művészeti témájú kiállítások lesznek az új kiállításban. A galéria, ami korábban is volt, az nagyjából hasonlóan került vissza, csak úgy gondoltuk, hogy túl zsúfolt, tehát nagyon sok mindenkit tettünk. Az volt a cél, de egy kicsit szellősebben, inkább súlyozva rendezzük be a kiállítást. De hát, ami nagyon fontos volt nekünk, hogy a Marcell György, 1923-tól itt a gimnáziumban tanító művésztanár, aki művész nemzedékeket nevelt, az ő tanítványait, a legismertebb, több munkácsidias tanítványát, a munkáit tudjuk itt kiállítani ebben a teremben.
A műsor folytatásában Takács Istvánné helytörténész és Rül Gizella művészettörténész ismertették az új időszakos tárlat alkotójának, Akházi Gyulának a munkásságát. Olyan kiállítást nyithattunk, amelyet mindeddig meg sem tudtunk közelíteni. Elfelejtettük, adósságunk volt, de gyűlt mindig a szándék arra nézvést, hogy ezt pótolni kell valamikor. És most, hogy kerek évfordulóhoz érkeztünk, 170 évvel ezelőtt született itt a kis mezővárosban, Dombóváron, Akházi Gyula, most úgy gondoltam, hogy ennél jobb alkalom nincs arra, hogy egy kicsit Dombóvár lakosságával megismertessem, ki volt Akházi Gyula. Mert hogy érdemes tudni róla, nekünk különösen, nem csak a művészet szeretők kell, hogy ismerjék, hanem legyünk mi is büszkék arra, hogy ilyen embert adott a föld, ez a dombóvári anyaföld valakinek. Tehát közösen a helytörténeti gyűjtemény és a Városszépítő Egyesület összefogásában és a lehetőségeket elindítva, hol tudunk ehhez segítséget kapni, mert hát nem csak egy előadás kell hozzá természetesen, hogy tudjunk, hogy ki, lássuk is, hogy ki volt ő. Mert azért a képek mindig a személyiségre is mutatják. Tehát, hogy ki volt, meg kell nézni az Akházi képeket, és akkor látom, hogy természet szerető ember volt, imádta. Azon kívül egy vidám ember, mert mindig valamilyen nagyon kedves hangulata van minden képének. Tehát az a drámai megközelítés, ami a mesterénél munkát csinál volt, az belőle hiányzik. Addig ő nem jutott el. Őt inkább az életnek mindig egy ilyen mosolygosa oldala érdekelte. És mindig megtalálta benne is. Hogy ez így van, ez biztos a gyerekkorának is köszönhető. Ha ő az édesanyja szárnyai alatt nőtt is fel 11 éves koráig, de, és nehézségeik biztos voltak, de mégis valami olyan életigenlés alakult ki benne, olyan pozitív hozzáállás mindenhez, nem ismert nehézséget, és haladt, egyik lépcsőfog a másik után, és akkor eljutott Párizsig, eljutott odáig, hogy Munkácsi tanítványa lehetett. Hát álmodni nem lehet ennél nagyobbat egy művész palántának az 1860-as, 70-es években. Egyébként a Tolna megyeiek nyomon követték folyamatosan az ő sikereit. A helyi Tolna megyei újság, közlöny volt annak idején, időről időre egy-egy sikeréről mindig beszámolt. Írja azt, hogy Akházi Gyula megyénk szülötte, ő így írt, hogy a megyénk szülötte, géniusza, tehát az a zseni kifejezés, megint sikert ért el, mondjuk egy Rád György díjat szerzett meg. Tehát figyelemmel, ő is szerette a vidéket. Én minden tájképéről szoktam említetni, hogy hát ez Dombaváron is készülhetett volna. Teljesen olyan, be is tudnám azonosítani akár, hogy pont ilyen táj. Ez a megközelítés, ez az érzület, ez, amit itt magába szívhatott. Tehát ez a hazai, a honból származó kis táj élmény, hát az nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki alkosson. A gyűjtemény úgy lett kialakítva, hogy az ide érkezők több időt el tudjanak tölteni az általuk kedvelt téma tanulmányozásával. Főleg az lett érdekes, aki látta előtte is, főleg mi láttuk ugye a romos állapotokat az átalakításnál, nem tudom, mi abba bízunk, hát nyilván nem magunknak találtuk ezt a kiállítást, nagyon bízok benne, hogy ezt tetszeni fog a közönségnek is, és ahogy itt mondtam, meg mindig szoktam mondani, hogy ne csak a megnyitóra érkezzenek, hanem jöjjenek le, azért tettünk foteleket, le lehet ülni, nyugodtan elmélyülni, tehát ezek olyan témák, amikkel érdemes nagyon sokat foglalkozni. Van egy olyan kiállító részünk, ahol teljesen tehát új kiáltott tárgyak, illetve alkotások is vannak. Tehát kölcsönöztünk például itt a mester és tanítványai teremben, például, ahogy említettem, Radó Károlynak a fia, Radó Gábor is kölcsönzött nekünk az édesapja hagyatékából, illetve Vati Eszter.
vati munkákat igazából csak korábban lehetett látni, tehát eddig itt a gyűjteményben nem volt, ugyanez igaz Radó Károlyra is. Ahogy mondtam, a galéria az nagyjából hasonlóan helyi alkotókkal lett megtöltve, ott is persze kiemeltük az ismertebb személyeket, és amit újra rendeztünk, aminek nagyon örülök, hogy a néprajzi szoba, ugyan kisebb négyzetméterbe, de ki kell emelni, ugye Cser Mária népi iparművész munkásságát, Élő Lajosné Rózsika nénit, sajnos már nincs köztünk, és Balási Gyula, aki Fafaragó volt, népi iparművész, a népművészet mestere, tehát ők, illetve újra létrehoztunk egy Szőke Sándor kis sarkot, hiszen neki köszönhetjük azt, hogy ma itt állhatunk egyáltalán a gyűjteményben. Müller Ádám múzeumvezető kiemelte, a Városvédő és Városszépítő Egyesület ismét megmutatta, összefogással csodálatos eredményeket lehet felmutatni. Takács Istvánénak nagyon nagy köszönettel tartozunk, ő folyamatosan, mint ahogy eddig korábban is, Őri Gábor munkatársam nagyon sokat segített, aztán Vörös László, aki a könyvtárban dolgozik, illetve a Városszépítő Egyesület tagsága, és hát nagyon sokan még mindazok, elnézést, hogy nem tudok mindenkit elmondani, akik fontosnak érzik ezt a múzeum munkát. Volt most olyan nap, hogy egyszerre csak mindenféle kérés nélkül bejöttek, mint például, ahogy említettem, Varga Gábor, vagy az Egyesület több tagja, Erki Nagy Tibor, aki most is itt van, tehát egy ilyen igazi kis közösségi munka alakult ki. Az Akházi tárlat időszakos szeptember végéig látogatható a gyűjtemény nyitvatartási idejében. Egy Németországban élő dombóvári születésű fiatalember évente két alkalommal 25-30 rászoruló családot lát el ruhaadománnyal. A külföldről érkező szállítmányt a dombóvári Karitás csoport osztja ki a hátrányos helyzetűeknek. Most az iskola kezdés miatt tanszerek is megtalálhatóak a csomagokban. Braun Gábor már rendszeresen szállít Németországból ruhákat Dombovára, hogy a rászorulók életét megkönnyítse. Dombovára születtem, itt nőttem fel, és nagyon sok kapcsolat még a mai napig ide köt engem, mint család, mint barátok, és itt Dombováron én mindig úgy láttam, hogy a segítség az mindig nagyon gyorsan érkezik. Ez anno velem is így történt, amikor segítségre volt szükség, akkor én is segítséget kaptam, és ez motivál most, hogy egy picit Dombovárnak ezáltal egy kicsit segíteni próbálok. Németországban élünk, és a munkámból adódóan nagyon sok családdal állok kapcsolatban. Ez úgy kezdődött, hogy én már évek óta adományoztam Dombovára, óvodáknak és családoknak, akikkel már több éve kapcsolatban állok. És igazából én csak elmeséltem a családoknak Németországban, hogy én mit csinálok és hogy csinálom, és azt vettem észre, hogy nagyon sokan vannak, akik szeretnének segíteni, csak nem tudják, hogy hogyan kezdjék el. Mindig szerintem az, hogyha egy országon túlra érkezik a segítség, vagy egy másik országba, akkor egy picit bizalmatlanabbak az emberek. És én azt gondolom, hogy ezt a bizalmat én az én személyemmel, hogy én ezt idehozom, és ezt személyesen itt hozom, és a Caritas-szal kapcsolatban állok, egy nagyon jó bizalom épült ki, mint köztem és a Caritas között, és mint az adományozó családok között. A munka részét vállalom, hogy kint ezzel az adományokat összegyűjtöm, a kapcsolat a családokkal megvan évente kétszer általában, és próbálunk egy pici témát adni. Most jelenleg ilyen iskolakezdés is van, tehát iskolatanszerek, papíráru is nagyon sok most itt jött, 25-30 családra való, tehát a gyerekeknek az iskolakezdését próbáljuk támogatni, és ezt kint a családok ugyanúgy tudják, én összeszedem őket, és hazahozom, és itt a Caritas-szal az időpontot egyeztetjük, hogy a családok ide jöjjenek, mert azért ez 30 családról van szó. Gábor Németországban több adományozóval áll kapcsolatban. Tőlük évente kétszer hoz el egy kis teherautónyi ruhát, amelyet aztán a dombovári Caritas csoport önkéntesei osztanak szét a rászorulók között. A praktikus, jól használható, nem ódivatú darabokkal tudunk mit kezdeni, és nagyon örülünk, hogyha kivassalva, összehajtogatva, szépen átadva kapjuk meg, mert ezzel megtiszteljük a rászorulókat is, meg a Caritas önkénteseket is megtiszteli az, aki adományoz. Gábor mindig ilyen adományt hoz, és azt kell mondanunk, hogy ezért örülünk neki, mert 100%-ban hasznosítható, amit kapunk. A közelgő iskola kezdésre tekintettel ezúttal iskolaszerek, papírárok is érkeztek a szállítmánnyal. Külső-belső megújuláson ment át a dombovári Tinódi ház. Az elmúlt hetek lázas munkájának köszönhetően színvonalas rendezvénnyel tudták megünnepelni a nyitást. Az új dizájnt kapó belső tér tartalmas kulturális műsorok otthona lesz. A Dombovári Művelődési Ház tavaszi-nyári kényszerpihenője lehetőséget adott egy kis belső megújulásnak. Az aulába belépve dizájnos beltér várja a látogatókat.
A szükséges tisztasági festés mellett új, kellemes szint is kapott a legforgalmasabb színtér. Emellett új bútorok beszerzése is megvalósulhatott. A Tinódi Ház dolgozói szorgalmasan tevékenykedtek, hogy államalapításunk ünnepének előestéjére megnyithassák kapujukat. Az érdeklődőket már a műfáz előtti téren elcsábították a különféle helyi gasztró különlegességek. Egyes stand egy-egy dombovári vagy környékbeli vállalkozót mutatott be. A teljesség igénye nélkül volt a gyerekek kedvence vattacukor és kürtös kalács, a felnőttek itala a sör, de az egészséges ételek italok sem maradtak el, termelői méz és mézből készült ínyenségek, valamint az ünnephez is kapcsolódva a város kenyere. A rendezvény sztárvendége már nem először járt Dombováron. Bede Róbert mesterszakács természetesen nem hagyta éhesen vendégeit. Pompás risottot készített. A tér zenétől volt hangos, a legkülönbözőbb stílusú előadók váltották egymást a nap folyamán. A Tinódi Ház munkatársai ígérik, az új ruhába öltözött belső helyiségekbe ugyanilyen megújult tartalom is fog költözni az ősszel. A pandémia miatt lemondott koncertek, előadások nagy része az év végére került, tehát nem maradnak el. Összefogás. Ez a szó jellemezte leginkább a Dalmandiak falu napját. A falu közössége már nagyon nyitott volt egy kis kikapcsolódásra. A rendezvényen megtartott főzőverseny alapanyagait helyi vállalkozók biztosították a csapatoknak. A délelőtti gyermekprogramokat délután és kora este zenés és humoros produkciók váltották. Már javában főnek a különféle pörköltek a bográcsokban a Dalmandi falunapon. A kész ételekből mindenkinek jutott vacsorára való. A főzőversenyhez 11 főzőcsapatunk van, minden egyes csapatnak a húst, a zöldséget, az összes hozzávalót a fűszereken kívül mindent az önkormányzat adott, és ezt most egyúttal köszönöm Dalmand község képviselőtestületének, helyi vállalkozóinak, hogy ezt létrehozhattuk, mivel az ő adományukból jött ez létre, tehát az önkormányzatnak ez egy forintjába nem került. Tehát ez a falunap arról szól, hogy érezzük jól magunkat, legyünk együtt, építsük a csapatot, nem az önkormányzat pénzéből, mivel elvonások terhelik az önkormányzatot, hanem az összefogásról szól. A képviselőink, a helyi vállalkozók, mindenki így állt ehhez hozzá. Az ide látogató mindent kóstolhat, vaddisznópörköltünk lesz, szarvaspörköltünk lesz, sertéspörköltünk lesz, pincepörköltünk lesz, friss kenyérrel és a közmunkások által elkészített káposztasalátával. És akkor itt szeretném megköszönni, 17 közmunkásom van, a 17 közmunkásomnak azt a rengeteg munkát, amit belefektettek ebbe, hogy szép legyen a falu, csinos legyen a falu, és minden megvalósuljon ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát.
Tehát azt gondolom, hogy Dalmand lakosságának és Dalmand fiataljainak, ifjúkorainak, középkorújainak, időskorúaknak, mindenkinek jót tett az, hogy most mi ezt a mai rendezvényt létrehoztuk, mivel most ez a koronavírus miatt, tehát senki nem léphetett ki az otthonából. Ez most alkalmat ad arra, hogy megint összehozzuk a falut, megint összehozzuk és együtt legyünk, és együtt legyen fiatal, gyerek, idős, középkorú és minden korosztály. És azt gondolom, hogy vágytak rá és szerették volna már ezt. Dr. Stamné Juhász Luca polgármesterasszony elmondta, nem kis fejtörést okozott a falunap megszervezése, hiszen a járványügyi előírásoknak maradéktalanul meg akartak felelni. A mai falunapot januárban kezdtük el szervezni a képviselőtestületemmel. Januárban minden fellépőt és minden szereplőt lefoglaltunk, és megkötöttük a szerződést. Sajnos közbeszólt a koronavírus. Ezért feltételes helyzetbe helyeztük az egész műsorunkat, hogy meg tudjuk-e tartani, vagy nem. A kormány döntésétől vártuk az intézkedést, hogy mit tudunk ez ügyben tenni. A kormány úgy döntött, hogy 500 fős rendezvényeket zárt térben meg lehet tartani, viszont kértünk egy olyan állásfoglalást, miszerint szabad téren megtarthatjuk úgy a programunkat, hogy 500 fő sátorban, tehát ülő székes helyzetben végighallgatja a produkciókat. A programjainkra, akik részt vesznek, Duma Színház, Vastag Csaba, Kacor Feri, Stifter Balázs, tehát nem sok előadót hívtunk, viszont felhívtuk a falu figyelmét, hogy a járványügyi helyzetet betartva kell ezeket a programokat véghez vinnünk és megcsinálnunk, tehát mindenki készfertőtlenítő, minden egyes óvintézkedést megtettünk annak érdekében, hogy megfeleljünk a kormány elvárásainak. A nehézségek ellenére senki sem maradt ki a jóból. A gyerekeket délelőtt a légvár csávította, de akár kézműveskedni is leülhettek kicsit. A felnőttek pedig jól szórakozhattak a stand-uposok poénjain, az est további részét zenei műsorok tarkították. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!